Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Gyökeres Sándor, a Szent Annai Sámuel középiskola igazgatója, akivel a beiskolázásról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Gyökeres Sándor, a Szent Annai Sámuel középiskola és kollégium igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a televízió nézőit. Igazgató úr, azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert ugye a beiskolázás időszaka van, időszaka következik. Talán menjünk vissza egy picit a tanév kezdetére, a 2016-17-es tanév kezdetére. Milyen változásokkal indult a tanév szeptember 1-én önöknél? A 2016-os, 17-es tanévet új névvel kezdte az intézményünk. Szent Annai Sámuel középiskola és kollégium lettünk. Elsősorban a szakgimnáziumi szóhasználat megjelenése indokolta, hogy bizonyos fokig módosuljon ez az elnevezés. Eden kívül nagyon sok olyan fejlesztés zárult le az iskolában, amely az elmúlt időszakban egy hosszú előkészítési folyamat után valósulhatott meg. Például mikről beszélhetünk itt? Például egy pálinka főzővel egészítettük ki az addig is jól működő élelmiszeripari üzemépületünket. Sikerült az értékesítéseket megszerveznünk több olyan termék esetében, amely eléggé ismert is keresett a város lakossága körében, és gondolok itt a gyümölcslé, 100%-os gyümölcslének a készítése, gyártási folyamata, illetve a lekvárkészítés tekintetében. Tehát nagyon sok olyan fejlesztésünk volt, ami úgy gondolom, hogy sikeresnek minősíthető. Mit kell tudnunk a tanévkezdésről a tekintetben, hogy például hány tanuló kezdte meg az intézményben a tanulmányait, hány osztályban, milyen szakokon? 495 tanulóval kezdtük a tanévet. A kollégiumunk is, mivel ugye a beiskolázási körzetünk jelentősen kitolódott, teljesen, tehát 100%-os kihasználtsággal működik, 150 fővel kezdtünk, és hát a szakok pedig 9. évfolyamra 143 tanulót vettünk föl, összesen 4 osztályban. Tehát van egy gimnáziumi osztályunk emelt szintű nyelvoktatással, angol és német nyelvoktatás folyik ott választástól függően az egyik emelt szintű. A belügyi rendészeti fakultációs, vagy inkább pályaorientációs képzéssel kiegészült hát C-s gimnázium osztály, illetőleg van 2 szakgimnázium osztály, az egyik az mezőgazdasági gépészeti képzést, a másikban pedig környezetvédelmi és élelmiszeripari képzés folyik. Levelező tagozatot indítottak el ebben a tanévben? Nincsen levelező tagozat, már most 5-6 éve nem folytatunk ilyen képzést. Mit lehet tudnunk az eddigi tevékenységükről ebben az évben, hogyan értékeli az eltelt időszakot? Ugye, ha jól tudom, akkor jövő hét végén, vagy jövő hét utáni hét elején már fél éves bizonyítványosztás. Igen, közeledik a fél év vége. Én úgy gondolom, hogy egy minden év, tanév egy kicsit nehezen indul, sok változás, jogszabályi változás van, amit ugye ebben a gyorsan fejlődő oktatási rendszerben nekünk is követni kell, és azt hiszem, hogy ezeket viszonylag sikeresen vette az intézmény, tehát akár a pedagógusokra vonatkozó önértékelési, minősítési feladatokra gondolok, akár a különféle
jogszabályi kötelezettségeinkre, amelyeket a dokumentumát dolgozások és egyéb feladatok jelentenek. A diákok könnyen beilleszkednek az intézmény életébe, ugye azért például, amikor a kilencedikesek, vagy ahogy mi még annó mondtuk, az elsősök általános iskolából felkerülnek, akkor azért csak egy más környezet, más rendszer fogadja őket. Hát természetesen ezt megint diákja válogatja, de azért összességében véve mindenki elfogadja azokat a normákat, amiket az iskola támaszt, és amiket hagyományosan elvárunk. Ebben nagy segítséget nyújtanak egyébként a felsőbb éves tanulók is, akik ilyen tekintetben mintául, segítségül szolgálnak a alsóbb éveseknek, vagy azoknak, akik most kezdik a munkájukat. Osztályfőnökök is figyelembe veszik ezeket a kezdeti nehézségeket. Természetesen azért vannak mindig, akiknek ez gondot jelent, de hosszabb, rövidebb idő alatt beszokott állni a mi normáink elfogadására való törekvés. Általában én azt mondhatom, hogy jó gyerekeink vannak, tehát nem nagyon szokott ilyen probléma lenni. Akkor most vizsgáljuk meg a tanévkezdést a pedagógusi oldalról, szaktanári ellátottságot illetően. Volt-e hiányosság, van-e hiányosság, meg tudnak oldani mindent? Vannak, tehát tulajdonképpen működik az intézmény, tehát minden pedagógus állásaink be van töltve. Szakos hiány nincsen ebben a pillanatban. Ehhez persze azért a igazsághoz hozzátartodik, hogy egy részét óraadókkal látjuk el a feladatoknak, de ez is a későbbiekben úgy gondolom, hogy megoldódik. Ugye beiskolázás időszaka van, meddig lehet jelentkezni? Február 25, ha jól tudom, addig. Tehát akkor még egy jó másfél hónap van idő, arra, hogy eldöntse mindenki, hogy... Eldöntsék, hogy mi lesz majd elképzelésük a jövőre vonatkozóan. Mit lehet tudnunk, milyen szakokat indítanak majd, lesz-e valami újdonság a következő tanévtől? Hát az eddigi szakokat fogjuk indítani, amely most már egy 3 éve sikeresen megindult az intézményben, egy ilyen átalakulás, profilváltás. A hagyományos gimnáziumi képzéseink továbbra is megmaradtak, így a belügyi rendészeti pályaorientációs képzéssel futó C- és gimnázium osztályunk, az emelt nyelvi oktatással induló D-s nyelvi osztályunk, ott is választható a belügyi rendészeti fakultációs tantárgyként, de ide általában a jobb tanulók szoktak jelentkezni, tehát inkább 4 egész fölötti tanulmányi eredményekkel, és ezen kívül a szakgimnázium osztályokat a gépészeti, mezőgazdasági gépészeti, az élelmiszeripari és környezet védelmi ágazati képzésre jelentkezhetnek még tanulók, és folytatunk szakközépiskolai, és hirdetünk szakközépiskolai képzést is, amely a régi szakiskolának felel meg. Tehát ez egy 3 éves és érettségit nem adó képzés, amely természetesen utána 2 év alatt kiegészíthető érettségire is. Ezt szintén mezőgazdasági gépész és molnár szakon hirdetjük. Melyik a legnépszerűbb, melyik iránt szokott a legnagyobb érdeklődés lenni? Hát a legtöbben a belügyi rendészeti gimnáziumi képzésre, és most az utóbbi években növekedett a emelt nyelvi tagozatos gimnáziumi képzésre jelentkezők száma. A szakgimnáziumi képzések, tehát az érettségit is adó szakmai képzések viszonyában pedig elsősorban a mezőgazdasági gépész, illetve az élelmiszeripar az, ami nagyobb érdeklődésre tart számot. Az őszi időszakban, illetve a télelei időszakban mindig bemutatkoznak valamilyen formában az intézmények, próbálják csalogatni a leendő diákokat. Önöknek erre milyen lehetősége volt, milyen fórumokon mutatkoztak meg? Hát beiskolázási bőrzéken szoktunk részt venni, ez voltunk Szolnokon, Karcagon. Különféle szülői értekezletekre hívnak meg bennünket. Itt vidéki iskolákban, illetve karcagi iskolákban is részt vettünk ezeken, és természetesen megrendezzük minden évben a iskolákban a nyílt napot, ahol mindig továbbra is azt mondhatom, hogy nagy érdeklődés mutatkozik az ottani bemutatók iránt. Ebben az évben is több mint 260 fő látogatott meg bennünket november közepén.
ha esetleg mondjuk valakik lemaradtak ezekről a bőrzékről, illetve bemutatkozási lehetőségekről, ám érdeklődnek az intézmény az iskola iránt, akkor ezt hogyan tehetik meg, ki segít nekik ebben? Éppen ma van egy ilyen második nyílt nap, amin szívesen látjuk azokat, akik érdeklődnek, de később is bármikor fölkereshető az intézmény. Egy előzetes telefonbejelentés után fogadjuk, és nagyon szívesen megmutatjuk bárkinek azt, aki most éppen döntés előtt áll, és valamilyen segítséget szeretne ehhez kapni. Honnan van a legtávolabb diák? Ebben a pillanatban azt hiszem Szolnokról. Szolnokról. De volt már olyan, hogy Sátoraljaújhelyről járt hozzánk tanuló. Kiknek ajánlja ezt az intézményt, hogyha néhány mondatba összefoglalnák, akkor hogyan ajánlaná a kedves televízió nézőknek? Hát a képzések azok rendkívül szerteágazóak, ezért úgy összefogóan talán azt lehetne mondani, hogy aki a rendészeti pálya iránt érdeklődik, annak a belügyi rendészeti területeket mindenképp ajánlom. Ha ott esetleg nyelvvizsgára vagy továbbtanulási lehetőségre is hát törekszik, azt szeretné elérni, akkor az emelt nyelvi tagozatos gimnázium esetleg belügyi rendészettel kiegészítve. Éppen ezen a héten hétfőn keresett föl bennünket a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, ahol ugye már a 2 éves rendőrképzés folyik, és hát ők nagyon nyilván tartják, hogy innen mindig sokan mennek oda. És a szakgimnáziumi képzéseket pedig azoknak, akik úgy érzik, hogy valamelyik szak tetszik nekik, szeretnének vele megismerkedni, vagy tovább szeretnének tanulni, de abban az irányban, amit ad a szakmár indításkor tartalmaz. Tehát valaki élelmiszeripari mérnök szeretne lenni, akkor nagyon jó alapot ad a élelmiszeripari ágazati képzés is, ugyanígy gépész, technikus, műszaki pályák iránt érdeklődők számára nyújt elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőséget is, hiszen most már az érettségével is kapnak egy szakmai képesítést is, és 1 év alatt pedig technikusi minősítővizsgán is részt vesznek. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sikeres félévzárást kívánok, és sok tanulót a következő tanévtől, de ne menjünk annyira előre, jó munkát a következő fél évre is, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, Molnár Párral, a városgondnokság vezetőjével beszélgetünk. Odakint jó kis mínuszok vannak, mínusz 11 fok volt most is, hogy jöttünk Önhöz. Hogyan készültek fel erre a télre? A szokásos módon készültünk föl rá, annyi különbséggel, hogy az előrejelzések szerint voltak olyan jósok, akik azt mondták, hogy az elmúlt 30 év leghidegebb tele lesz. Hát el kell mondjam, elég kemény telünk van, eklatás példája ennek a mai reggel is, de eddig is voltak olyan időszakok, amikor a hó eltakarítás vagy a síkosságmentesítési gépeket el kellett indítani. Tegnap délután már lehetett látni azért a városban, amikor elkezdett esni, ahogy mentek a járművek és sózták az utakat, illetve hát nem is sózták, hiszen mondjuk el, hogy mivel lehet most síkosságmentesíteni az utakat. Az elmúlt időszakban nagyon nagy figyelmet fordítottunk, és az elmúlt időszakra, itt az elmúlt 8-10 évet értem, a prevencióra, mert úgy érezzük, hogy a síkosságmentesítésnél a prevenció, mint nagyon sok mindennél a legfontosabb. Ezzel próbáltunk élni a tegnapi nap is, tudtuk, hogy nagyon hideg lesz, tudtuk, hogy néhány centiméter csapadék várható hó formájában, ezért azt a megoldást választottuk, hogy megolvasztottuk a -1-2 fokban lehulló havat
olyan anyagokkal, ilyen sóképző anyagokkal, amelyek megemelik a olvadáspontot, és nem fagy le a hó. A bekövetkező hideg idő viszont, ez a reggeli -9-10 fok, a nedvességet eltávolítja a talajon lévő latyakból, és majdnem, hogy felszárad. Tehát a kollégáim szinte mestermunkát végeztek, mert eltüntették a havat, a latyakot az útról, úgyhogy sikosságmentesek lettek a utak. Ez a több éves tapasztalatnak az eredménye, az elkövetkezőben is ezzel fogunk élni. Természetesen van időszak, amikor ez nem jön be, olyankor kénytelenek vagyunk érdesíteni, mert -10 fokban már a só sem használ semmit, nem oldja föl a lehullott csapadékot, nem oldja föl a jeget, és ilyenkor csúsznának a járművek, ilyenkor kénytelenek vagyunk érdesítő anyagot kijuttatni, de most nem kellett, mert az elmúlt napokban meg tudtuk úgy oldani, hogy ne alakuljon ki jégréteg a útszakaszokon. A járdáknál is ugyanezt alkalmaztuk, a járdáknál természetesen sózni nem lehet, ott más sóképző anyagokat használunk. Gondolom, hogy 24 órás ügyeletben vannak, és figyelik, hogyha bármi történik az utakon, akkor indulnak a járművek. Milyen gépjárműparkkal rendelkeznek ehhez? Természetesen 2016. december 1-e óta 24 órás szolgálatban figyeljük azt, hogy milyen időjárás van, mikor kell indítani az ügyeletet. Ha hajnali kettőkor, hajnali kettőkor, ha délután 4 órakor, 4 órakor indulnak a járműveink. Az elmúlt években sikerült egy olyan gépparkot kialakítani, amely igaz, hogy nagyon idős géppark, de jó állapotban vannak. Sikerült felújítani mind a burkolatokat, mind pedig a hajtáselemeket. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy megbízható gépállománnyal rendelkezünk, ami nem azt jelenti, hogy nem lehetne újítani, nem lehetne fejleszteni. Folyamatosan figyeljük a pályázatokat, és amennyiben pályázati lehetőségünk van rá, akkor sószóró gépeket vagy erőgépeket beszerzünk, de sajnos az önkormányzatok számára nem nagyon vannak ilyen pályázatok kiírva, de bízunk benne, hogy a jövőben lesz. Több mezőgazdasági vontató áll rendelkezésünkre, szám szerint 5, ebben vannak nagy, közép és kis kategóriájú, mert teljesítmény szempontjából ilyen kategóriájú gépek. Vannak IFA 50-es gépjárműveink, amelyek igaz, hogy nagyon-nagyon régiek, de jó állapotban vannak, folyamatosan karbantartjuk őket, valamint kisebb gépekre is szereltünk föl tollapokat. Annak idején a fűnyíró beszerzésnél például figyeltünk rá, hogy lehetőleg a fűnyírókat is át tudjuk alakítani, az önjáró fűnyírókat természetesen át tudjuk alakítani sószórásra vagy éppen hóeltolásra. Ezek a járműek is be vannak állítva ilyenkor a téli üzemmódra. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy 16 darab kis és nagyobb járművünk van, amellyel a hó eltakarítás és a sikosságmentesítési munkálatokat el tudjuk végezni. És hát gondolom, hogy ha szükség lesz rá, akkor a kézi munkaerőt is át tudják csoportosítani. Természetesen igaz, hogy most a közfoglalkoztatási létszámunk elég alacsony, ugyanis aktív időszakban, tehát december 31-ig ez a létszám 400 fölötti volt, most ez jóval kisebb 100 alatti, de azért van annyi emberünk, hogyha szükséges, akkor kézi munkaerővel is tudjuk a hóeltakarítást végezni, amelyet egyébként végezzük is, mert a belterületi járdákat, a főtérközi járdákat nem mindenhol járművel, hanem kézi munkaerővel tudjuk eltakarítani, vagy éppenséggel a sikosságmentesítést megoldani. Abban az esetben viszont, hogyha nagyobb mennyiségű hó esne le, most egyelőre a meteorológia nem jósolt, de azért előfordulhat olyan, gondolok itt fél méteres, méteres hóra, akkor akár az is előfordulhat, hogy rendkívüli hómunkásokat kell majd megfogadnunk, de bízom benne, hogy meg tudjuk oldani saját erőből majd ezt. Hát akkor azt gondolom, hogy erre majd márciusban visszatérünk, hogy ezt hogyan sikerült megvalósítani, akkor jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőnket, Szepesi Tibor, a KSE vezetőjével beszélgettünk arra a sportcsarnokban, itt mögöttünk már melegítenek a csapatok, egy érdekes délutánnak nézzünk elébe, a sportágak csatájának. Honnan jött az ötlet? Régi az ötlet, hiszen több mint 10 évvel ezelőtt, azért mondom, hogy több mint 10 évvel ezelőtt, mert utoljára 2007-ben volt ehhez hasonló rendezvény, amikor a labdás csapataink, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, sporták, felnőtt csapatai megmérkőztek egymással, akkor abban az időben sorverseny volt a feladat, tehát semmi köze nem volt ahhoz a sportákhoz, amelyet ők valójában űznek.
Most viszont azt gondoltuk, hogy egy kicsit megtörve a felkészülés unalmasságát, egyhangúságát, azokban a sportágokban mutassák meg tudásukat, amire készülnek, illetve mutassák meg a többi sportágban tudásukat, úgyhogy egy elég érdekes csatának, idézőjelbe csatának nézünk előbe, hiszen mindenki megmutathatja, hogy mit tud a másik sportágában. Azt gondolom, hogy a kézisek és a kosarasok focizni fognak, az mindenki nagy figyelemmel fogja kísérni a saját sportágában, azért mindenki nagyon jó. Beszéljünk egy picit a csapatokról, hiszen most itt ön említett, hogy a felkészülés közepén tartanak. Hogyan zárták az őszi szezont? Mind a három felnőtt férfi csapatunk a megyei osztályban jeleskedik, és ezt most komolyan mondom, hogy jeleskedik, hiszen az őszi szezon végeztével mindenki a dobogón várja a tavaszi folytatást, vagy dobogó közelben várja a tavaszi folytatást. Minden reményünk megvan arra, hogy egy jó felkészülés után egy nagyon jó tavaszt produkálva dobogóra kerüljenek valamennyi csapatunk, és hát nyilván ezzel együtt azért a feljutás is megcélozásra kerül némelyik csapatnál. Azért mondom, hogy némelyik csapatnál, hiszen átalakulóban van a magyar sport rendszere, ugye a labdarúgásban más osztályok kerülnek majd kiírásra, másképp kerül lebonyolításra az NB1, NB2, NB3, de ugyanez a helyzet a kézilabdánál is, tehát célunk az, hogy minél jobb eredményt érjenek el a csapataink, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább majd a következő szezonban. Úgyhogy reménykedünk, hogy jól fog sikerülni a felkészülés. Itt most a felnőttek fognak játszani, de milyen a helyzet az utánpótlásra, ugyanezeknél a csapatoknál? Igen, hát ugye célunk az volt ezzel a rendezvényen, hogy egy picit az utánpótlásnak is bemutatkozzanak a csapatok, eljöjjenek a fiatalok, megnézzék, hogy hogyan készülnek, hogyan játszanak, szórakoznak, mit tudnak más sportágokban, hiszen én azért azt gondolom, hogy ha valaki a saját sportágában, a megyei osztályban, vagy annál följebb űz egy bizonyos sportágat, azért az azt jelenti, hogy más sportágokban, ugye kiegészítő sportágok mindig felszínre kerülnek egy-egy csapatjáték felkészülése és edzése során is, tehát valamennyi sportágban azért jól fognak mozogni, én azt gondolom itt a versenyzőink. Tehát, hogy megmutatkozzanak egy picit az utánpótlásnak, hiszen ha jól belegondolunk, és azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt volt az utolsó ehhez hasonló rendezvény, akkor felnőtt egy generáció. Tehát azok a fiatalok, akik ma a pályára fognak lépni, már csak emlékben gondolhatnak arra a 10 évvel ezelőtti rendezvényre, nincs közöttük egy sem, aki akkor pályára lépett, vagy nagyon kevés. Tehát mindig jön fel az utánpótlás, úgyhogy folyamatosan meg kell mutatni azt, hogy mit tudnak. Akkor gondolom, hogy itt most nagy csatákra lehet számítani, hiszen mindenki bizonyítani akar a másik sportágában is. Így van, ez egy játék, de hát azért érdekes lenne, hogyha mondjuk a kézilabdázók megvernék a kosarasokat, vagy a labdarúgók a kézilabdázókat, tehát ez egy presztízs csata is, és ahogy én hallottam itt a sportcsarnokban a felkészülés során, itt a napokban már mindenki zrikálta, piszkálta a másikat, hogy úgyis mi fogunk nyerni. Izgalmas lesz, de ez egy játék. Hát akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek csak jó szurkolást tudunk kívánni, és azt, hogy akkor ne kelljen 11 néhány évet várni a következő ilyenig. Én bízom benne, hogy minden évben meg fogjuk tudni szervezni az ehhez hasonló rendezvényeket. Egy pici változással biztos, hiszen vannak olyan elképzeléseink, amelyek talán egy még nagyobb rendezvény irányába mutatnak, de a legfontosabb az, hogy együtt legyünk szurkolókkal, támogatókkal, szülőkkel, fiatalokkal, és egy közös, kellemes, játékos délután tölthessünk el. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Köszöntöm nézőinket! Január 6-án beszélgetünk Berceni Hamar Piroskával, hiszen elindult az új év. Mit érzékel a kisboltjában, hogy érkeznek már az új áron az áruk? Lehet-e már érezni a húsnak, a tejnek a áfa csökkentését? Még igazából egy pár nap telt el ebből az évből. Már árut rendeltem, de még igazából nem kaptam, megrendelt áru van, de még nem kaptam meg mindent. Akkor tudom majd megmondani, hogy érzékelhető, amikor megkapom az új árakat. Gondolom, hogy azért a vásárlók nagyon várják, hiszen azért ez az áfa csökkentés azt fogja jelenteni, hogy több csirkét tudnak vásárolni, csirkehúst vagy tojást. Természetesen várják a vásárlók, nagyon sokan érdeklődnek már, hogy mennyivel csökkent a húsára, a tojására. Még igazából nem csökken nálunk, mert még tavalyi áruink vannak.
De gondolom, hogy a tejnél azért nem mindenki van tisztában azzal, hogy csak a friss tejre vonatkozik az áfa csökkentés, tehát a tartós tejekre nem. Igen, igen, ezt is érdeklődnek a vásárlók, és én el szoktam nekik mondani, hogy ez csak kimondottan a friss tejre vonatkozik. És egyébként mit tapasztal, van már az embereknek pénze, vagy még inkább mindenki a kis tartalékból, ami még esetleg megmaradt karácsonyról, vagy azért már elkezdenek nagy bevásárlásokat? Nagy bevásárlás egyáltalán nincs. Minden itt csak a napi kenyér, tej, ilyesmit vásárolnak meg, mert szerintem mindenki elköltötte a karácsonyra a pénzét, úgyhogy itt egyáltalán nem érzékelhető az, hogy most vásárolnak nagy tételben. Tehát gondolom, hogy azért majd, amikor a nyúliakat elkezdik hozni, meg azért a hónap vége felé már jobban tud arról beszámolni, hogy mennyivel nőtt esetleg a forgalma az áfa csökkentés miatt azokból a termékekből. Gondolom utána, hát ezután tudok csak válaszolni, most nem tudok még erre. Gondolom, hogy azért a vevők szeretnék, hogyha másnál is csökkenne az áfa, ezt jelzik is önnek. Igen, szeretnék, ha az alapvető élelmiszereknél, meg a mindennapi szükségletű, például felvágottak, zöldségek, tej, kenyérnek az ára is, meg az áfája csökkenne, így természetesen ők is olcsóban tudnák megvásárolni. Reméljük, hogy akkor két hét múlva azért már, amikor megérkeznek az új áruk, akkor ezt tapasztalni fogjuk, hogy mit jelentett ez az áfa csökkentés, és reméljük, hogy lesz folytatás. Igen, nagyon remélem én is. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. A karcagi rendőrfőkapitányság eltűnés miatt keresi Fodor László karcagi lakost. A rendelkezésre álló adatok szerint a 89 éves férfi 2016. december 23-án ismeretlen helyre távozott karcagi otthonából, azóta életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A keresett férfi körülbelül 160 cm magas, sovány testalkatú, arca vékony, szeme színe barna, erősen kopaszodó, a haja őszes, eltűnésekor barna színű kockázzakót viselt. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, látta vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrségen, vagy hívja a 0656 501 600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, továbbá a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. Tavaly márciusban kezdték építeni a Turkevei idősek otthonának új épületét. A valamikori vályokház helyén mától a lehető legmodernebb körülmények között folyik az idős gondozás. Én például harmadiknak kerültem be a szobába, és úgy alszom, hogy dobozok vannak mellettem, és a dobozokban vannak a holmiai. És hát mit jelent ez? Rengeteget jelent. Mindent jelent. Az új épületben 13 férőhely van, így az otthon minden lakója nem csak kényelmesen, de a jogszabályoknak megfelelő módon fér el. Nagy mértékben javítja az ellátást, hiszen végleges működés engedélye lett az intézménynek, így ezzel egy biztonságot tudhatunk magunk mögött. Biztonsággal vehetjük fel a lakóinkat, és jobban elénézünk bármilyen kihívásnak. Turkeve is előregedő település, így egyáltalán nem közömbös a helyi idősek ellátása. Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy ilyen jelentős beruházás három forrásból, egy itt élő idősasszony hagyatékából, a turkevei képviselőtestület elszánásából, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati forrásából valósulhatott meg. A Levendula ház átadásával nem emelkedett az ellátottak száma. Annyi történt, hogy a gondozás alatt álló idősek elhelyezése megoldódott. A legmagasabb szintű szolgáltatást biztosítja ez az épület, amely 75 millió forintos beruházási költséggel valósult meg. Az itt elhelyezett idősek a teljes körű ellátást megkapják, nagyon magas színvonalon. A csaknem 9000 lelkes Turkeve több mint 500 idős ember bentlakásos ellátását oldja meg.
Nehéz szavakkal leírni, mit jelent mínusz 10 fok alatt viharos szélben a jégen állni. Stábunk már tudja. Jó lehet, a harcedzett jégvitorlásokat is próbára tette az időjárás. A Tisza-tó másik arca mindamellett ugyancsak fenséges. A 70-es évek elején érkezett Magyarországra a jégvitorlázás divatja. A szövetség tavaly volt éppen 40 esztendős. Most itt a Tisza-tavon ideális körülmények vannak, mert van szél is, van jég is, még a nap is süt, mi más kell ugye a jégvitorlázónak. Eléggé hideg van, úgyhogy valószínű itt az ötödik futam után be is fogjuk fejezni mára, mert már mindenki eléggé fázik. Okay, the flag is up! Start! A versenyen résztvevő jégvitorlás prototípust 1936-ban tervezték az Egyesült Államokban. Az akkori gazdasági válság a hajóépítésre is hatással volt. Az embereket igazából próbálták arra rávenni, hogy maguk dolgozzanak ezen a jégvitorláson, és ezért még mai napig nagyon sok olyan eleme van, ami fát kötelezővé tesz, akár a korcsolyákban, akár abban a hídban, amint például ül, illetve a magában a hajótestben is. A kétnapos jégvitorlás nyílt nemzeti bajnokságon a magyarok mellett angol, svájci, lengyel és cseh versenyzők is részt vettek. A magyar bajnoki címet Hegyi Márton nyerte el, míg a nemzetközi bajnoknak járó elismerést idén a lengyel Lukasz Zakrewski zsebelhette be. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunkban a hideg időjárásról, a fagyokról beszélgetünk Ézsiás Antal, mezőgazdasági mérnök tanárral. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Ézsiás Antal, mezőgazdasági mérnök tanár, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, Tóni bácsi. Én is köszönöm szépen. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, hogy beszélgessünk, ugye most rendkívüli időjárás van szerte Európában, hazánkban is, hiszen nem is emlékszem arra, hogy mikor voltak ekkora fagyok, mikor volt ilyen hideg utoljára. Tóni bácsi erre hogy emlékszik? Éjszakánként akár mínusz 20 fok is lehet. Hát én ezekre nehezen tudok visszaemlékezni, minden esetre voltak hidegek, és a hideg és hideg között is nagy különbség van, mert ez a hideg, ez egy hótakaró nélküli hideg, ami különösen veszélyes, és sajnos, hogy nem egy új jelenség, mert a mi klímánkon és a mi környezetünkben nagyon ritka az, amikor egy kellemes olyan tél van, amely aránylag hideg is és hótakarót is biztosít. Sajnos ez most nem jött be. Ez a hideg, ez gyakorlatilag eléggé váratlanul ér bennünket. Az elmúlt évekből, bocsánat, emlékszik arra, hogy ennyire hideg tél lett volna, vagy lett volna ennyire hideg télen? Hát nehezen tudok visszaemlékezni, erre külön nem készültem fel pontosan, hogy mikor mennyi, de voltak olyan napok, amelyek mínusz 10 alatti hőmérsékletet produkáltak, de nem volt ilyen hosszú. Azt mondta az előbb, hogy váratlanul ért bennünket az, hogy ennyire hideg van és hótakaró nélkül, akkor ezek szerint be lehet kategorizálni, hogy melyik a jobb, a nagyon hideg tél hótakaró nélkül, vagy az enyhébb hideg hótakaróval? Melyik az, amelyik jobb akár a növényeknek? Gyakorlatilag a tél ugye azt jelenteni, hogy egy normál átlag 15-20 centis hótakaró, ha nem is az egész tél folyamán, ami védeni a növényeket és adna egy kellemes kikapcsolódást, ugye, mert nem csak a természet, hanem az ember is benne van ebben az egész témakörben, és ezzel járó olyan hideg, amelyet el tud viselni ember, állat és növény is gyakorlatilag különösebb károsodás nélkül. Ez mínusz 10-15 Celsius fokot mindenképpen elkibír, vagy elbír, de ez ugye lényegesen túltett rajta, mert ugyan nálunk ebben a körzetben nem volt mínusz 20 Celsius fok, de
az északi hegyvidéken, a hóval borított részeken, a hegyvölgyes vidékeken bizony mínusz 20 alatti hőmérséklet volt, mert igen, megvisel mindent. Aki mondjuk az elmúlt időszakban, vagy nem olyan régen kezdett el foglalkozni kertészkedéssel, növényneveléssel, ők fel tudtak-e kellőképpen készülni az idei télre, tehát erre a nagy hidegre? Mik voltak azok a legfontosabb feladatok, vagy mik azok a legfontosabb feladatok? Ugye már ennek utána vagyunk, mert az ősz már elmúlt, de a jövőre nézve, a jövőre vonatkozóan milyen tanácsokat tudna adni azoknak, akik kerti munkálatokkal szeretnének foglalkozni, és azt szeretnék, hogy sikeres legyen? Igen, hát gyakorlatilag az időjárási változásokra, és különösen erre a téli úgynevezett nyugalmi időszakra felkészül a természet. Tehát nem kell nekem a növényt felkészítenem külön, amennyiben ő ebben a környezetben él, tehát az éveli kultúrák azok felkészülnek. Ezeket segíteni ugyan tudjuk különböző módszerekkel, de vannak olyan kultúrák, amelyek ugye nem szoktak hozzá, hogy ők télen, nyáron és éveken keresztül kint vannak, a viszontagságos időjárásban, ezeket különösen kell segíteni. Hát ezek a melegigényes növények, ezek a különböző ugye, virágok, vagy éppen virághagymák, egyebek, amelyeket meg kell menteni attól, hogy a téli hideg ugye ne károsítsa. De segíteni tudunk egyébként, és a gyümölcsfákat is tudjuk, hát vannak olyan módszerek, amelyeket alkalmaznak most is ugye a kertészek, hogy lemeszelik a fát, ugye fehér színűvé teszik a törzset, ebbe tesznek még gyakorlatilag egy ilyen gombaölőszert is. Ez mire szolgál? Mert ugye láttunk már ilyet. Hát igen, meglepetésként hatott engem is egy időszakban, hogy egyes kertekben ugye fehérre van meszelve a fatörzs, ezt valamikor késő ősszel végzik, jó sűrű méztejet készítenek, ebbe tesznek részgálicot, vagy valamilyen gombaölőszert, általában résztartalmú szeret, és lekenik. Először úgy tűnt, hogy valószínű vadvédelem, de az öreg fatörzsit a vad különösebben nem károsítja. Ez azért van, hogy a téli időszakban ugye vannak olyan esetek, amikor nappal, mint hogy most is azért nappal aránylag meleg van, erős napsütés van, és a barna, aránylag ugye sötétebb fakéreg jobban melegszik, hamarabb melegszik, és a déli oldal erősen felmelegszik, és az éjszakai nagy hideg, ez olyan kárt tesz benne, hogy megfagy, szétreped a féreg, a törzse is szétfagyhat, hogy ezt a nagy hőkülönbséget valahogy ugye, enyhítse, tehát nem elegedjen fel annyira, ez a lényege. Az jutott még most eszembe menet közben, hogy beszélgetünk a növényvédelemről, hogy például nekem is van a kertben olyan növényem, amit kint lehet teleltetni takarással, tehát kint a földben. Például én is ugye földet hordtam rá, beszalmáztam, lefóliáztam, vagy lezsákoltam, stb. Az ilyen extrém hideg ellen védelmet nyújt-e az ilyen takarásos módszer gyakorlatilag, vagy ez ellen már ez sem? Tehát mire számítsak magyarul, ha tavasszal kibontom a növényt? Hát akkor beszélgetünk még egyszer. Na most mondtam én, hogy a növény készül egyébként. Tehát a élőszervezet... ne legyen. Nem, lehet. Az élőszervezetek gyakorlatilag tényleg komolyan készülnek. Jobban, mint az ember szerintem, úgynevezett mély nyugalmi állapotban vannak. Tehát a sejtek ugye leadnak bizonyos vízmennyiséget, az élettevékenységük lényegesen csökken, és ezért bizonyos alacsony hőmérséklet nem okoznak nagyobb károkat. A veszély akkor van, amikor már megmozdul a növény, ugye úgy érzi, hogy már tavasz van, és ez az időszak, ez a január elejei nagyon hideg, ez nem jött rosszkor. Mert ha egyáltalán jönni kell, akkor inkább most, mint egy hónappal később. Tehát okozhat kárt, hogy mennyit, azt még nem tudjuk. Ott ugye lehet még tákat venni, tehát itt főleg a szőlőkertészek azok, akik ilyenkor már idegesebbek, mert azért veszélyesebb a helyzet, de gyümölcsfáknál is okozhat gondot, de nem félek én attól, hogy ez most még nagyon nagy kárt okozott. Hát a rózsa meg egyéb félék, amelyeket ugye
takarni szoktunk úgynevezett fedéssel, avarral, különböző dolgokkal, lehet ez trágyával, egyebekkel. Ezek azt a részt, amelyeket védünk, ugye az alsó rügyeket, ezeket meg tudjuk vele védeni. Tehát ha károsodik is, akkor teljes kipusztulás az nem fog jelentkezni szerintem. Akkor most tegyünk tisztában néhány fogalmat. Mit is jelent az, hogy fagy, vagy akár fagyhatás, fagyhullám? Igen, hát gyakorlatilag a fagy az azt jelenti, hogy a fagyos nap az azt jelenti, hogy 0 Celsius fok alatt van a hőmérséklet. Tehát olyan napon, amikor 0 Celsius fok alá megy, az már egy fagyos nap. Itt ugye több fagyos napunk van nekünk télen, ez nem is okoz gondot. A gond azt jelenti, amikor nagyon mélyre esik a hőmérséklet, és amikor ezek a napok hosszú ideig tartanak, azokat nevezzük fagyhullámnak. Tehát a fagyhullám az azért jobban igénybe veszi a szervezetet, mert több napon keresztül kénytelen tűrni ezt az erős lehűlést, és ez a lehűlés gyakorlatilag nem csak a föld felszínén, hanem a talajban is jelentkezik, tehát a hő a talajban is terjed, és a hideg is, és az ottani élő szervezetet is károsítja. Tehát ezek a fagyos napok azok ugye jellemzők, de ennyire nagy lehűlés van, ez azért kicsit meglepő. És hogyha mondjuk a fagyról beszélünk, akkor a fagytűréssel kapcsolatban mi az, amit esetleg lehet tudnunk? A fagytűrés vagy fagyállóság az gyakorlatilag egy olyan fogalomkör, amikor részben növényi tulajdonság, tehát benne van a növényben, hogy ő tűri. Ez gyakorlatilag a származási helytől függ, mert vannak olyan növényeink, amelyek ugye jól elviselik a tartós lehűléseket, az erősebb fagyokat, és vannak olyan növények, amelyek melegebb éghajlatról származnak, és ezek nem hajlandók. Tehát ezeket védeni kell, vagy egyszerűen nem szabad velük foglalkozni. Az a lényeg, hogy a tartós lehűlés, ez nem azt jelenti, hogy a növény elfagy, hanem azt jelenti, hogy gyakorlatilag az élettevékenysége annyira ugye, alacsonyra válik, hogy esetleg emiatt károsodhat. Vannak ezek a tavasszal, tél végén sárgult búzák, vannak különböző olyan jelenségek, amelyek azt mutatják, hogy talán a növény nem is viselte el, de jelentősen károsodhat, és ezért már termésmennyiség kiesés is lehet. Itt a fagynál, fagyhatásnál ugye vannak olyan fogalomkörök, hogy megfagy a növény. Hát a megfagyás az azt jelenti, hogy gyakorlatilag jele van annak, hogy a levélzet károsodhat, esetleg fiatalabb hajtások károsodhatnak, de ez nem azt jelenti, hogy a növény teljesen elpusztul, hanem egy bizonyos idő után, amikor az időjárás ugye kedvezőre fordul, akkor újabb életjelenségekkel mutatja a jeleket, és tovább él. Ez a megfagyás gyakorlatilag nem egy nagyon jó dolog, de növényeink egy része erre fel van készülve, ilyen az átterelő gabonafélék, vagy más egyéb növények. De kellemetlenebb jelenség az elfagyás, ami azt jelenti, hogy az élet jelenség megszűnik. Tehát olyan erős a hőhatás, a tartós lehűlés, és annyira alacsony a hőmérséklet, hogy a növény gyakorlatilag elhal. Ez már kifagyás vagy elfagyás, uh-huh. Igen, tehát gyakorlatilag ez a vége a növénynek. És van egy fogalom, amelyik a felfagyás, ez egy mezőgazdasági szó, ez gyakorlatilag nem is a növény életére kapcsolatos, hanem a növény és a környezet, vagyis a talaj közötti kapcsolatot jelenti, ami azt jelenti, hogy a talajban a hő hatás következtében egy bizonyos mozgás alakul ki, tehát emelkedik a talajfelszín, illetve csökken, és elszakítja a növény gyökerét, ez gabonafélék jellemző, és ez amennyiben ezt nem kezeljük, vissza kell tömöríteni a talaj tavasszal, akkor ez jelentős kárt is okoz. Aki esetleg kertészkedésre adja a fejét, és nem szeretne sikertelenségeket. Melyek azok a növénytípusok, vagy növények, vagy egyáltalán meg lehet ezt határozni, amivel próbálkozzanak, hogy melyek a gyakorlatilag a legfagytűrőbb növények? Ha ebben esetleg tudna tanácsot adni. Hát tudok tanácsot adni. Ugye a legszebb konyhakertek programban is
jelentős feladat lenne, meg az is, hogy az úgynevezett őshonos növényeket próbáljuk meg megtalálni, ezeket valamilyen módon ugye tovább szaporítani átoltással egyéb módon, amelyek ebben a klímában gyakorlatilag jelentős károsokat nem szenvednek. Amennyiben ez nem fog sikerülni, akkor a nemesítőknek van olyan feladatuk, hogy ezeket a növényeket olyan módon próbálják ugye, létrehozni, hogy tudjanak alkalmazkodni a mi gyakorlatilag egy ilyen rendellenes klímánkhoz. Tehát a nemesítés a másik. Ebben a növényfajok közül gyakorlatilag ugye, vannak olyanok, amelyek különösen érzékenyek. Itt a csontíjasok, különösen a kajszi barack, még az őszi barack is talán az, amelyek különösen érzékeny és nem szereti. Ezen kívül érdekes módon ugye a dió, amelyiket ritkán emlegetünk, szintén nagyon érzékeny ezekre a fagyokra, és nem is biztos, hogy a leghidegebb, ami most ugye élünk, ez amelyik káros, hanem bizonyos időszakban később, mikor már a tél vége van, akkor váratlanul nem is nagyon nagy hőmérséklet csökkenésnél elfagy. Tehát egy érdekes jelenség, hogy az ember azt hinné, hogy minden rendben van, és akkor legmagasabb fáknak a teteje elfagyott. Melyek a növénybetegségeket kiváltó legfontosabb tényezők, erről mit lehet tudnunk? Hát a növénybetegségeket gyakorlatilag több tényező befolyásolja. Ezek a külső tényezők, amelyeket mindjárt megpróbálok megkeresni. Lehet gyakorlatilag a nedvesség körülmények, a táplálóanyag, táplálóanyagok, a ellátottság, a fény és a levegő, ugye, amelyik mint ugye exogén külső tényező, és ezen belül, amelyik most a témánk, ez a hőmérséklet. A hőmérséklet gyakorlatilag kétféle módon befolyásol. A komfortzóna az, amelyik a növények életében ugye az a 10, 25, 30 Celsius fokon belül van, ami az embernek is a komfortzónája, az állatoknak is. Ami ez alatt van, ugye szintén veszélyes, ami e fölött van, úgy szintén, tehát vannak ugye alacsony és magas hőmérsékletek. És a hőhalál, ami azt jelenti, hogy ez a hideg és a meleg, a rendellenes hideg és a meleg hatására egyaránt bekövetkezhet, ez azt jelenti, hogy a növény élő része, a protoplazma molekuláris szerkezete megváltozik, és ez gyakorlatilag olyan rendellenességet okozhat, hogy a növény halálát okozza. Érdekes módon a növények és a növényi károsítók is, amelyek ugye többféle csoportba tartozhatnak, különösen érzékenyek a nagyon magas hőmérséklet. Tehát a túlmeleg, a nagy forróság nagyokat okoz általában a károsítók között is, esetenként, mint a hideg. Tehát a károsítók egy része az inkább alkalmazkodik az alacsonyabb hőmérsékletekhez. Ön szerint lesz-e még nagy hó az idei télen? És kell-e? Hát jó lett volna, lett volna hó. Lehet hó, és nem is okoz különösebben gondot. Mert a hótakaró az gyakorlatilag mindig jól jön, mert a növény, amelyik ezt a tartós, nagyon hideget átvészelte, már pedig bízom benne, hogy átvészelte, az a hó alatt azért csak jobban tűri a későbbi hideget, hiszen a tél és a fűtési szezon közepén vagyunk, tehát gyakorlatilag január 15 ez a forduló nap a fűtés és a fűtési szezonban, ami azt jelenti, hogy még várható olyan időszak, amikor kellemetlen meglepetések érik az embereket. És ha már egy picit előre gondolunk a tavaszra, akkor mikor van az a legelső határidő, mondjuk, amikor már egy kicsit kimehetünk bogarászni a kertbe? Vagy egy kicsit jobb kedvre derítsük a nézőket. A nézőknek üzenem, hogy lesz még itt idő arra, hogy elfáradjunk a kerti munkában, és bízom benne, hogy ez február közepétől kezdődik.
Tóni bácsi, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm segített szépen. Nekünk, és további jó munkát és jó kertészkedést kívánok tavaszra. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.